Csatornámon. Én Alexa vagyok, és ma egy ilyen bevásárlós videót hoztam nektek. Végre eljutottunk a férjemmel ketten egy kicsit shoppingolni. Jártunk a Jyskben, a Teddyben és a Kauflandban, és próbálom ezt a háttért kicsit eltakarni, mivel a Jyskben vásároltam új paplant és vánkust, mivel már az enyém is és a férjemé is eléggé tönkre van, a férjemé még nem is annyira, mint az enyém, hiába mosom ki, már eléggé jön szét, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a Jyskben most nagyon jó áron voltak a paplanok, viszont nem egyforma, mivel a férjem az nagyon fázós, és ő ezt a bundás belsejűt választotta, amit mindjárt közelebbről meg is mutatok, szóval azért van itten szanaszét minden, mert lehúztam a régit, úgyhogy azt egy zacskóba vagy egy zsákba bele fogom gyömöszölni, és utána kiteszem a kukába. Úgyhogy most először is az ágyat leporszívóztam, és fel fogom húzatolni ezeket az új paplanokat, viszont szerettem volna még venni a Jyskben rávaló húzatokat, ami 140x200-as. Nem mondom, hogy nem volt, voltak, de nem az a minőségű, amit én szeretek. Ezek a ilyen, tudjátok, ez a sustyorgós anyag nekem annyira nem jön be. Én szeretem ezeket a sima trikós anyagúakat, amiben nem izzad alatta az ember, úgyhogy most ilyet nem találtam. Egy darab volt, ami 30 euróba került, és csak egy szett, szóval, na. Szóval van még itthon nekem nem olyan új, viszont most meg fogja egy darabig tenni, utána majd elmegyek és valahol veszek. Úgyhogy először is a Jyskét mutatom meg, hogy mit vásároltunk. Mutatom a férjemét először is. Ez 140x200-as, ugyanúgy, mint az enyém, és ennek a belseje ilyen nagyon-nagyon puha, ilyen szörmés, viszont nekem is nagyon tetszik, és tudjátok, ez a plüssös anyag, ami van, vannak ezek a kis állatkák, nagyon-nagyon puha, viszont én ilyenben nem tudok benne aludni, mert én nagyon-nagyon izzadós vagyok. Igaz, hogy jön a tél, de nem mertem bevállalni, mert én nem vagyok ennek a híve, úgyhogy én ezt a sima változatot választottam. Ki is bontjuk. Ez 135x200-as, most nézem, pedig 140x200-asat szerettem volna. Hát valahogy mellé nyúltam, na mindegy. És ez pedig az a sima tudom bontani, akkor megmutatom. Na. Hát így néz ki, viszont hát 135, hát talán elég lesz. És van hozzá egy ugyanolyan vánkos, ami 70x80 cm-es, ezt is kibontom. Viszont erre nem biztos, hogy lesz átlemű húzatom, mert kicsit nagyobbak vannak.
És még van egy ilyen kis párnám, amin ilyen kutyus van. Úgyhogy ezt a három dolgot vásároltuk a Yves-ben, és most mutatom a Teddyt. Készen is vagyok a húzatolással, viszont a két paplan egyforma húzatot kapott, de a két párna viszont nem, mert az enyém nagyobb, és az enyém ilyen kutyusos húzatot kapott a kis párnámhoz, és a férjemé viszont kisebb, úgyhogy ő pedig ezt kapta. Úgyhogy ezért szeretnék egy egész szettet vásárolni, viszont nem tudok, mivel mind a kettőnk párnája más méret, de a férjem nem szeretne nagyobbat, én viszont nem szeretnék kisebbet, úgyhogy majd varatunk. És biztos érdekel benneteket, hogy mi mennyibe került. A kisvánkus, ami a kutyus van, az 1,50 € került, a nagyvánkusom az került 4,49 €, a férjemnek a paplan az került 17,99 €, az enyém pedig 12,49 €. Szóval nem volt olyan vészes az áruk, ezért is gondoltam, hogy vegyük meg most, és akkor le van róla a gond. Na és akkor most már mutatom a Teddy-s vásárt, amit a Teddy-ben vásároltunk. Igazság szerint ezekért az üvegekért mentem be, amikbe rakom a tésztaféléket, cukrot, sót, ugye ezek a tárolók. Viszont most vagy ez a nagyon nagy volt, vagy az a nagyon kicsi, az amit szerettem volna, az nem volt. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy mindegy, ha már bementünk, akkor valamit vegyünk. És megnéztem a gyertyákat, mert nagyon-nagyon imádom az illatos gyertyákat, hát ki nem. És volt ilyen, hát ez a fagyis, cookies illat, nagyon-nagyon finom, érzek benne egy kis vaníliát is, két darab van benne, és 1,50 € került. Ezeket a téli napokon nagyon-nagyon szeretem meggyújtani, de nem csak télen, hanem máskor is, de leginkább ugye télen van rá alkalom. Vettünk a férjemnek egy ilyen műanyagot, amiben munkába fogja hordani a kajáját, mert amik vannak, azok vagy nagyon magas, és nem fér bele a táskájába, vagy nagyon kicsi, és ebbe egy szendvicset, vagy szalámit, sajtót, paprikát, paradicsomot összemetélem neki, és akkor ebbe el tudja vinni. És még amit vettem a Teddybe, az egy fülhallgató, rózsaszín persze. Hogyha fogom készíteni ezeket az ASMR videókat, akkor ahhoz vásároltam. Ilyen, hát nem is annyira rózsaszín, hanem ilyen kicsit lilás árnyalata van. Úgyhogy ennyi lenne a Teddy, és akkor mutatom, hogy a Kauflandban mit vásároltunk. És a legközelebbi videó egy sín rendelés lesz. Ez volt az első rendelésem, és nagyon-nagyon szuper ruhák jöttek, úgyhogy várlak benneteket a következő videómban is. Sziasztok!